Egy hónappal ezelőtt menesztették Zombor képviselőtestületének demokrata párti elnökét, majd röviddel utána leváltották az úgy szintén demokrata polgármestert, valamint a városi tanácsot. Sürgősséggel hívták össze ma a képviselőtestületet, amelynek ülése az árvízi áldozatok emléke előtti főhajtással kezdődött. A 61 fős testületből 47-en jelentek meg, de szavazáskor 5-en nem szavaztak. A demokraták távol maradtak, míg a szerbiai demokrata párt képviselői kijelentették, mostantól ellenzékként tevékenykednek. A szerb radikális párt képviselői csoportja pedig semlegességét hangsúlyozta. Többségi szavazással a szocialista párti Borislav Stanicskov eddigi alelnököt nevezték ki a testület élére. Nem főállásban látja el posztját. Helyettese a szerb haladó párti Miodrag Sekulić. A polgármesteri székbe a szintén haladó párti Sasa Todorovic került, helyettese Vladislav Zsivanovic, a szerb megújulási mozgalom tagja. A városi tanács 9 tagja közül 7-en újak. A korábbi összetételből a vajdasági szociáldemokrata ligás Dragan Nenadov és Szakács Csaba, a vajdasági Magyar Szövetség tagja őrizte meg posztját.